11. fejezet. Kéti. Egy részem még mindig azt hitte, hogy álmodik, hogy felébredek, és Damon nem lesz sehol. Egyedül maradok a gondolataimmal, a tetteim kísértő emlékével. Félelmemben és szégyenemben nem mondtam el neki, mi lett Blake-kel. Willt megölni egy dolog volt, önvédelemből tettem, és a strici ráadásul meg is lőtt. De Blake... Dübböltettem semmi másért. Hogyan nézhetne Damon ugyanúgy rám, ha tudja, hogy gyilkossá váltam? Mert ez volt az igazság. Meggyilkoltam Blake-et. Figyelsz? Kérdezte. Igen, vágtam rá, és félretoltam zavaró gondolataimat. Újra megérintettem. Tulajdonképpen folyton hozzáértem, hogy emlékeztessem magam, valóban itt van. Úgy gondoltam, ő is hasonlóképpen érez, de hát egyébként is szívesen érintett meg. Ezt is szerettem benne, és többet akartam. Kétségbe esett vágy hajtott, hogy elveszek, feloldódjak benne, úgy, ahogy eddig csak benne tudtam. Az ujjammal végigrajzoltam az alsó ajka vonalát. Egy izom megrándult az állában, felcsillant a szeme. A szívem vicces, apró cigánykerekeket vetett. Damon lehúnyt a szépséges szemét, az arca megfeszült. Elhúztam a kezemet. Ne! Elkapta a csuklómat. Ne haragudj csak! Elhallgattam, nem tudtam, hogyan magyarázzam meg. Én bírom, felelte széles féloldalas mosollyal. Hát te? Én is. Nem igazán ismertem be. Azt szerettem volna, ha egyesülünk, ha semmi sem választ el minket. Őt akartam. Azonban ebben a helyzetben az ilyesféle vidám játszadozásoknak nem voltak helyén valók. Ráadásul sosem vonzott a magamutogatás, úgyhogy megragadtam a másik legjobb dolognál, és összefúztam az ujjainkat az övével. Furdal a lelki ismeret, amiért boldog vagyok, hogy itt vagy. Ne furdaljon. Felnézett, a pupillája gyémántként ragyogott. Őszintén nem szeretnék most sehol máshol lenni. Komolyan? Horkantam fel. Komolyan. Röviden megcsókolt, de vissza is húzódott. Őrülten hangzik, de igaz. Meg akartam kérdezni, hogyan tervezte a kiuttatásunkat. Bizonyára volt egy terve, remélhetőleg. Nem tudtam elképzelni, hogy betört a Dédalusba anélkül, hogy kigondolja a visszavezető utat. Nem mintha én nem gondolkodtam volna rajta. Egyszerűen nem volt ötletem. Megnyaltam az ajkamat. Damon szeme felizzott. Mi van? Nagyot nyeltem, halkan folytattam. Mi van, ha ez a jövőnk? Nem. Karját a derekamra szorította, magához húzott. Egy pillanat múlva teljesen összesimultunk. Az ajka a fülem melletti érzékeny pontot cirógatta, miközben beszélt. Nem ez a jövőnk, cica. Ígérem neked. Levegőért kaptam. Az emlékek, amikor utoljára ilyen közel voltam hozzá, meg sem közelítették az igazi érzést. Testemhez simuló feszes izmai összezavarták a gondolataimat, mégis a szavai hallatán öntött el a melegség. Damon sosem ígért olyasmit, amit nem tartott meg. A nyaka és a válla közé fészkeltem a fejemet, belélegeztem a tusfürdője illatát, mely Damon saját, az érintetlen természetre emlékeztető illatával keveredett. Mondd ki, suttogtam. A keze felsiklott a gerincemen, beleborzongtam. Mit mondjak, cica? Tudod te azt? Damon a hajamba temette az állát. Szerettem a kocsimat, Dollit. Ez nem az volt, mosolyodtam el. Ó, felelte eltúzott áltatransággal. Szeretem a szellemvizsgálókat. Mekkora seggfej vagy? Damon halkan felnevetett. De azért szeretsz. Igen. Csókot nyomtam a vállára. Hallgatott, de éreztem, hogy felgyorsul a szívverése. Az enyém követte. Szeretlek, jelentette kirekettesen. Jobban, mint bármi mást. Hozzásimultam és elengedtem magam. Talán most először, amióta ide kerültem. Nem arról volt szó, hogy a társaságában erősebbnek éreztem magam, bár ez igaz volt.
Inkább arról, hogy végre volt mellettem valaki, aki támogasson. Nem voltam egyedül, és fordított esetben én is hasonlóképpen cselekedtem volna, mint ő. Azt kérdeztem magamtól. A cella ajtó váratlanul kinyílt. Mindketten megdermedtünk. Damon válla felett láttam, hogy Dasher őrmester és Nancy Husher lép be, a hihetetlenül seggfej párost pedig Archer követi egy másik őrrel. Zavarunk? Kérdezte Nancy. Nem, horkant fel Damon. Éppen arról beszélgettünk, milyen szomorú, hogy be sem néztek hozzánk. Nancy összefonta maga előtt az ujjait. Fekete nadrág kosztümjében úgy nézett ki, mint egy eleven hirdetés színgyűlölő nőknek. Valami okból ezt kétlem. A pillantásom az őrmesterre villant, és erősebben kapaszkodtam Damon pólójába. Dasher szemében nem láttam kifejezett ellenségességet, de persze ez még nem jelentett semmit. Dasher megköszörülte a torkát. Dolgunk van, jelentette ki. Damon hihetetlen gyorsasággal felült, és valamiképpen úgy fordult, hogy mögé kerüljek. Miféle dolog? Kérdezte, és a térdei közé zárta össze kulcsolt kezeit. Amellett nem hiszem, hogy részem lett volna a megtiszteltetésben, hogy megismerjelek. Ő Dasher őrmester. Magyaráztam, és megpróbáltam odébb mozdulni, hogy ne takarjon el. Nem hagyta. Igazán, tudakolt a Damon halk veszedelmes hangon. Félelem telepedett rám. Akkor szerintem már láttalak. Alig hiszem, válaszolta Dasher nyugodtan. Ó, dehogy nem, intett felém Nancy. Megmutattam neki a videót az első napról, amikor két ideért és találkoztatok. Lehúnytam a szememet, és elmormoltam egy káromkodást. Damon nagyon meg fogja ölni. Igen, azt láttam. Minden szó mellé jól tudtam, halálosan fenyegető pillantás járt. Fél szemmel felnéztem, Dasher korántsem maradt rezzenetlen. A szája körüli ráncok megfeszültek. Azokat a képeket nagyon gondosan megjegyeztem, fejezte be Damon. A hátára tettem a kezemet. Milyen dolgunk van? El kell végeznünk néhány közös tesztet, majd abból indulhatunk ki, vágta rá Dasher. Minden izmom megfeszült, és ez Damon azonnal észrevette. Újabb stressztesztek, nem tudtam elképzelni, hogy jó vége legyen az ilyesminek, ha Damon is részt vesz bennük. Semmi, ami túlságosan bonyolult vagy intenzív lenne. Nancy oldalra lépett, és az ajtó felé intett. Kérlek, minél előbb elkezdjük, annál hamarabb esünk túl rajta. Damon nem mozdult. Nancy nyugodtan mért végig minket. Damon, tényleg emlékeztetnem kell téged, mit ígértél? Mit ígértél? Csaptam le a mondatra, és éles pillantást vetettem Damonre. Mielőtt felelhetett volna, Nancy megtette helyette. Azt, hogy megtesz mindent, amit kérünk, bajkeverés nélkül, ha elhozzuk hozzád. Micsoda? Néztem Damonre. Amikor nem felelt, majdnem megütöttem. Csak a jó ég tudja, mire fogják kényszeríteni. Mély lélegzetet vettem, kimásztam mögüle, és felálltam. Egy pillanat múlva már ő is állt, méghozzá előttem. A fülem mögé tűrtem a hajamat, és felhúztam a cipőmet. Némán léptünk ki a folyosóra. Archerre pillantottam, aki viszont Damont figyelte. Úgy tűnt, már nem én vagyok a védelmisek legnagyobb gondja. Megálltunk a lift előtt. Éreztem, hogy Damon ujjai az enyém köré kulcsolódnak. Egy kicsit ellazultam. Hányszor léptem már be ezekbe a fülkékbe? Már nem is számoltam, most azonban más volt. Velem volt Damon. Az orvosi emeletre vittek, egy olyan helyiségbe, ahol egyszerre két ember tudtak megvizsgálni. Dr. Roth már várt ránk. Az arcáról lerít az izgalom, amíg mindkettőnkre rátette a vérnyomásmérőt. Hosszú ideje várom, hogy egy magához hasonló luxent vizsgálhassak meg, magyarázta Damonnek magas, izgatott hangon. Egy újabb rajongó, vonta fel a szemöldökét Damon. Mindenhol ott vannak. Csak te tarthatod ezt is jó dolognak, mormoltam, mire rám nevetett. Az orvos arca kipirult. Nem sokszor kerül a kezünk közé egy ilyen erős luxen, Damon. Azt gondoltuk, Dawson ilyen lesz, de... Damon arca elsötétült.
Maga dolgozott a testvéremmel? Ajjaj. Dr. Roth elkerekedő szemmel Nancy és Dasher őrmester felé pislogott, majd krákugott és leszette rólunk a mérnőpárnákat. Az orvos a vérnyomásuk, jelentette ki. Tökéletes. 120/80. Nancy feljegyezte az eredményt egy csiptetős táblára, ami erre megesküdtem volna, csak úgy megjelent a kezében. Elfordultam a székben, démőre emeltem a tekintetemet, aki a doktort leste, mintha ki akarná verni belőle az információt. Dr. Roth a pulzusunkat mérte meg következőnek. A nyugalmi eredmény 50-valamennyi volt, ami jót jelenthetett, mert Roth szinte énekelt. Katie értéke eddig mindig a 70-hez közelített, és a vérnyomása is magas volt. Úgy tűnik, hogy Damon jelenlétével az értékek optimalizálódtak. Damonéhez igazodnak. Ez jó. Miért jó? Kérdeztem. Az orvos előszedett egy stetoszkópot. Azt indikálja, hogy a mutáció sejtszinten tökéletesen végbe ment. Vagy azt, hogy én ilyen átkozottul jól vagyok, tette hozzá lazán Damon. Az orvos halványan elmosolyodott, az én szorongásom viszont rosszabbodott egy kicsit. Akárki hihette, hogy Damon rendes arroganciája jó jel, én azonban már tudtam, hogy a hegyke visszavágásai azt is jelenthetik, pillanatok választják el a robbanástól. A szívük tökéletes szinkronban ver. Nagyon jó, mormolta Dr. Roth és Dasherhez fordult. Katie átment a stressztesten, igaz? A destabilizálódás semmi külső jelét nem mutatta. Tökéletes teljesítményt nyújtott, ahogy reméltük. Levegőért kaptam. A kezemet a hasamra szorítottam. Ahogy remélték. Azt remélték, hogy megölöm Blake-et. Ezt még végig gondolni sem bírtam. Damon rám pillantott, a szeme gyanakvóan összeszűkült. Egészen pontosan mi is az a stresszteszt? Kinyitottam a számot, de nem tudtam, mit mondhatnék. Nem akartam, hogy Damon megtudja, mi történt. Hogy mit tettem. Dasherhez fordultam, ám az ő arcáról nem tudtam leolvasni semmit. Bíztam benne, hogy van némi esze. Ha elmondja Damonnek, hogy Blake-kel verekedtem, Damon alig, hanem felrobban. Hétköznapi gyakorlatok, válaszolta. Biztos vagyok benne, hogy Katie is megerősíti ezt. Persze, teljesen hétköznapi. Ha a hétköznapi azt jelenti, hogy összerugdalnak és gyilkolsz, de azért valami torsz hálát éreztem a hazugságért. Persze, teljesen hétköznapi. Damon arcán kétel jelent meg. Újra az orvosra nézett. Ugyanolyan tesztekről beszélünk, mint aminek Dawsont is alávetették? Senki sem felelt, ami már önmagában elegendő válasz volt. Damon elhallgatott, de a száját erősen összepréselte, és vészjóslóan nézett maga elé. Aztán felém nyúlt, és megfogta a kezemet. A gyengéd érintés teljesen ellentétben állt a viselkedésével. Vagyis ma áttérhetünk a munkák fontosabbik szakaszára, folytatta Dr. Roth, és egy mindenféle eszközökkel megpakolt kerekes kocsihoz lépett. Földön kívüli barátaink egyik leginkább figyelemreméltó tulajdonsága, hogy nem csak magukat, hanem másokat is képesek meggyógyítani. Úgy véljük, ha megtaláljuk ennek a képességnek a kulcsát, azzal megkaphatjuk a szükséges információt ahhoz, hogy ezt a gyógyító funkciót lemásolhassuk. Az orvos felvett valamit, de rögtön el is rejtette a tenyerébe, mire visszafordult felénk. Damon, a következő gyakorlat kizárólagos célja az, hogy lássuk, milyen gyorsan tud gyógyítani. Ezt látnunk kell, mielőtt tovább léphetnénk. A szorongás, amit eddig képes voltam ellenőrzésem alatt tartani, most ágyugolyóként robbant ki belőlem. Ez csak egy valamit jelenthetett. Mit is? Kérdezte Damon halkan. Roth láthatóan nagyot nyelt, amikor közelebb lépett hozzánk, és észrevettem, hogy Archer meg a másik kör is zárja a sorokat. Ki kell gyógyítani a Katie-t. Damon megszorította a kezemet, és előre hajolt. Pontosan miből is? Tudakolta. Egy kicsit most összezavarodtam. A véraláfutásait már elrendeztem ugyanis. Egyébként rendkívül szeretném tudni, hogyan szerezte őket. Felszökött a pulzusom, körülnéztem.
Minden tele volt fekete pöttyökkel, és az volt az érzésem, hamarosan újra megismerkedhetünk az Onyx gyengéd érintésével. Semmi komoly, magyarázta az orvos kedvesen. Mindössze egy felszínes karcolás, Kétinek alig fog feltűnni. Aztán vért veszek, és újra megmérem az értékeit, ennyi az egész. Hirtelen nem tudtam másra gondolni, csak Dawsonra és Bethanyra. Mindarra, amit Bethanyval tettek, hogy Dawsont mások meggyógyítására kényszerítették. Elszédültem, felkavarodott a gyomrom. Dasher nem tett úgy, mintha fontos lett volna, hogy Damont is megszerezzék, de ha már egyszer itt van, a Daedalus minden oldalát megmutatják nekünk. És hogyan hozhatnák elé a gyógyítandó embereket, ha nincsenek tisztában a képességei valódi terjedelmével? Nem, jelentette ki Damon mély gyűlölettel teli hangjában. Nem fogja megsebezni. Megígérted, figyelmeztette Nancy. Folyvást emlékeztetnem kell erre? Abban nem egyeztem bele, hogy Kétit bántsák. Vágta rá Damon, a pupillái felragyogtak. Archer közelebb lépett, a másik őr a falhoz hátrált, közel barátságtalan kinézetű gombokhoz. A trágyadomb robbanni készült. Amikor pedig doktor Roth megmutatta, mit tart a kezében, Damon talpra ugrott és elém állt. Szó sem lehet róla, haver, közölte ökölbe szorított kézzel. Az orvos kezében szorongatott szikén megcsillant a fény. Roth bölcsen hátra lépett. Megígérem, hogy alig fogja érezni. Orvos vagyok, tudom, hogy kell megejteni egy tiszta metszést. Nem, ismételte meg Damon, a hátában minden izom megfeszült. Nancy türelmetlenül ciccegett és leeresztette az írótáblát. Csinálhatjuk egyszerűen, vagy nagyon bonyolult módon is. Neked vagy nekem lesz bonyolult, nézett rá Damon. Neked és Kétinek. Nancy előre lépett, vagy nagyon bátor volt, vagy nagyon ostoba. Még mindig megbilincselhetünk. Vagy megcsináljuk, és túlesünk rajta, te döntöd el. Damon egy pillanatra olyan arcot vágott, mintha a szavukon akarná fogni őket, de én tudtam, hogy nem blöffölnek. Ha bármelyikünk ellenáll, elárasztják a helységet Onyx-szal. Őt lekötözik, amíg megteszik velem, amit akarnak, és akkor eresztik el. Akárhogy is meg fog történni. Mi eldönthetjük, hogy tisztán vagy zűrösen. Felálltam, gyengének éreztem a lábamat. Damon. A válla felett hátra pillantott rám. Nem. Kierőszakoltam egy mosolyt, rendellenes érzés volt, vállat vontam. Mindenképpen véghez viszik, hidd el nekem. Az utolsó szavakra fájdalmat láttam átvillanni az arcán. Ha megcsináljuk, vége. Kész. Beleegyeztél. Ebben nem. Tudom, de most itt vagy, és éppen ezért nem akartam, hogy itt legyen. Az orvoshoz fordultam. Nem fogja hagyni, hogy bárki más megtegye. Nekem magamnak kell. Damon hitetlenkedve bámult rám. Az orvos Nancy-re nézett, aki bólintott, nyilvánvaló volt, hogy akármi is a pozíciója magasabb, mint az őrmesteré. Csinálja, mondta Nancy. Bízom benne, hogy Kéti tudja, mi történik, ha nem megfelelő módon akarja használni a kést. Utálkozó pillantást vetettem rá. A hideg szike a tenyerembe simult. Összeszedtem a bátorságomat és Damonre néztem, aki még mindig úgy figyelt engem, mintha teljesen megbolondultam volna. Készen állsz? Nem. Mély lélegzetet vett, és olyasmit láttam rajta, amit csak nagyon ritkán. A tehetetlenség mohos zöld és sötétítette a szeme színét. Kett, muszáj. Összeakadt a pillantásunk, aztán Damon kinyújtotta a kezét. Majd én. Szó sem lehet róla. Vágtam rá megfeszülve. Add ide Kett. Több okom is volt, hogy ne adjam át neki a kést. Nagy részt, hogy ne ruházzam rá a bűntudatot, de attól is féltem, hogy lövedéket csinál belőle. Megvetettem a lábamat, kinyújtottam a bal karomat. Még sosem vágtam meg magamat korábban.
A szívem össze-vissza vert, a gyomrom kavargott, a szike veszedelmesen éles volt, úgyhogy feltételeztem, nem kell majd erősen rányomnom. A tenyerem fölé emeltem, és lehúnytam a szememet. Várj! Kiáltott fel Damon. Összerezzentem. Felnéztem, a pupillája már teljesen fehérbe fordult. A valódi alakomban kell lennem. Most én néztem rá úgy, ahogy az előbb ő én rám. Már sok alkalommal fordult elő, hogy apróbb simításokat emberalakban végzett el. Csak akkor változott fénylényi, ha a dolgok komolyra fordultak. Fogalmam sem volt, mit tervez. Nancyhez és az őrmesterhez fordult, akik hasonló gyanakvással figyelték. Biztosra akarok menni, hogy gyors lesz. Nem akarom, hogy fájdalmai legyenek. Vagy hogy hegesen gyógyuljon be a seb. Úgy tűnt elhiszik, mert Nancy rábólintott. Damon mély lélegzetet vett, és a teste körvonalai elmosódtak, amikor elindította az átváltozást. Az emberi alakja ruhástól, mindenestől eltűnt. Egy pillanatra elfeledkeztem róla, hogy az orvosi szobában vagyunk, egy szikét szorongatok, amivel a saját húsomba készülök belevágni, és gyakorlatilag mindketten a Dédalus fogjai vagyunk. A látvány minden részletében lenyűgöző volt. Mielőtt mindenestől fénnyé vált volna, újra megformálódott az alakja. Karok, lábak, felső test, fej. Egy röpke pillanatra láttam őt, igazán láttam. A bőre átlátszott, akár egy medúzáé. Az erei hálózata gyöngyházas ragyogással telt meg. A vonásai hasonlóak maradtak, ám élesebben, erősebben rajzolódtak ki. És aztán felragyogott, mint a nap. Egy emberforma vöröses-fehér fényalak volt. A szépségétől könnyek szöktek a szemembe. Tényleg nem akarom, hogy megtedd. Mint mindig, most is meglepett, amikor a fejemben megszólalt a hangja. Nem hittem, hogy valaha is hozzászokok. Szóval akartam válaszolni, de észbe kaptam. Nem kellett volna idejönnöd, Damon. Éppen ezt akarják. Félre billentette fénylő fejét. Nem tehettem mást. Muszáj volt idejönnöm, érted? Ettől még nem kell mindennel egyetértenem. Most viszont csináld, mielőtt meggondolom magam, és kipróbálom, elérem-e a forrást, hogy megöljek vele valakit. A tekintetem a szikére esett, megborzongtam. Fogást váltottam a markolaton, közben éreztem, hogy mindenki engem néz. Gyávaságom teljes tudatában lecsaptam, és meghúztam a pengét. Felsziszentem, amikor a fájdalom belém hasított, lejtettem a kést. A vékony meccés azonnal megtert vérrel, mint amikor a könyvlap széle vág meg, csak ezerszeresen. Jézus Mária meg a mankus Szent József, sziszent fel Damon. Szerintem nem egészen így van, feleltem, és összeszorítottam a kezemet az égő fájdalom ellen. Amikor felnéztem, tompán láttam, hogy a doktor lehajol a szikéért. Damon fénye körbevett, felém nyújtotta a kezét. Az ujjai élesebben rajzolódtak ki, ahogy megfogta sérült kezemet. Nyisd ki, kérte. Megráztam a fejemet. Fantom sóhajtás visszhangzott a koponyámban. Damon finoman kihajtotta az ujjaimat. Meleg volt az érintése, mint a szárítóból frissen kiszedett ruháké. Francba ez jobban fájt, mint gondoltam. A sóhaj halk morgulás váltotta fel. Cica, tényleg azt hittad, hogy nem fog fájni? Hagyjál már! Engedtem, hogy a székhez kísérjen, és leültem. Damon elém térdelt, lehajtotta a fejét. Forróság áradt a tenyerembe, amikor neki kezdett a gyógyításnak. Csodálatos! Suttogta doktor Rott. Nem vettem le a tekintetemet Damonről. A belőle áradó meleg betöltötte a helységet. Kinyújtottam épp kezemet, és a vállára tettem. A fénye fellobbant, és a szélén ragyogó vöröses árnyalat centikkel mélyebbre hatolt. Érdekes. Tudod, mennyire élvezem, ha ebben az alakomban megérintesz? A hangjától megborzongtam. Miért kell mindent ilyen kétértelműen megfogalmaznod? Rottam meg, de nem vettem el a kezemet. A kuncogását minden porcikámban éreztem. Addigra már a kezem sem fájt. Cica, nem én kezdtem. Erre csak a szememet forgattam.
Damon mindkét kezét az enyém köré fonta, bár biztos voltam benne, hogy addigra a sebem tökéletesen meggyógyult. Ne vondd el a figyelmemet, folytatta. Én, horkantottam. Akkora seggfej vagy. Lenyűgöző, mormolta doktor Roth. Kommunikálnak. Akárhányszor látom, mindig csodálattal tölt el. Damon nem is foglalkozott vele. Azért vettem fel ezt az alakot, hogy elmondhassam. Beszéltem Luke-kel, mielőtt Montvedőrbe mentem volna. Kihúztam magam, minden figyelmemmel ráösszpontosítottam. Volt ehhez az egészhez valami köze? Nem, és elhiszem neki. Segíteni fog kijutni. Muszáj. Mutasd a kezed, Katie, szakította félben Nancy hangja. A legszívesebben figyelmen kívül hagytam volna, de amikor felnéztem, megpillantottam, hogy a másik őr közelebb lépett Damonhoz, és egy kábítófegyverre emlékeztető tárgyat markol. Kikaptam a kezemet Damonéből, és felmutattam. Most boldogok? Damon, változ vissza emberré, parancsolta Nancy. Damon egy pillanattal később felegyenesedett, valódi alakjában magasabb volt, és sokkal inkább tekintélyt parancsoló. A fénye még egyszer felvillant, inkább vörösen, mint fehéren, aztán kihúnyt. Ugyanúgy állt ott, de a ragyogás a szemében húzódott vissza. Nem tudom, rájöttél-e már, de nem kedvelem, ha utasítgatnak. Nancy csodálkozva nézett vissza. Nem tudom, rájöttél-e már, de hozzászoktam, hogy engedelmeskednek az utasításaimnak. Hallottad már a mondást, hogy mézzel több méhet fogsz, mint ecettel? Szerintem legyet, nem méhet, motyogtam. Tök mindegy. Doktor Roth a kezemet vizsgálgatta. Lenyűgöző. Csak egy halvány rózsaszín vonal maradt. Valószínűleg az is eltűnik egy órán belül. Izgalommal telve fordult Nancy és Dasher felé. Más Luxenek is véghez vittek már gyógyítást ennyi idő alatt, de a seb sosem zárult be teljesen. Mintha Damon egóját még turbózni kellene. Igazán csodálatos, fejezte be az orvos a fejét ingatva. Már az járt a fejemben, vajon megcsókolja-e Damont, de mielőtt elcsöppenhetett volna a nyála, kivágódott az ajtó, és egy kifulladt tiszt rontott be. Az arca ugyanolyan vörös, mint tüsire nyírt haja. Van egy kis gondunk, jelentette be, miután lélegzethez jutott. Nancy szigorú pillantást vetett rá, valami azt súgta, a pasas komoly letolás alanya lesz később, amiért berontott. Dasher megköszörülte a torkát. Miféle gondunk, Collins? A tiszt végigpásztázta a helységet, tekintete megakadt Damonon és rajtam, mielőtt megtalálta volna az őrmestert. A B épületben, uram. A 9. emeleten. Azonnal jöjjön, kérem.